Hitélet mai műsorában a Kárpátaljai Református Egyház életébe engedünk betekintést. A Csonkapapi Agapé Missziós Központ első táborhetében hátrányos helyzetű és roma gyerekeket látott vendégül. Élményekkel teli színes gyermeknapot rendeztek Eszenyben, a Bárka Ifjúsági Központban. Ezekkel a tudósításokkal várjuk Önöket, majd műsorunk végén Héder János püspök helyettes a Kárpátaljai Református Egyház történetéről beszél. Elkezdődött az idei táborszezon a Csonkapapi Agapé Missziós Központban. A nyár folyamán Kárpátalja több magyar gyülekezetéből érkeznek ide gyermekek, református ifjúsági szervezetek tagjai. Június első hetében hátrányos helyzetű és roma gyerekek számára szervezett tábort a Református Egyház. Ez a heti tábor, nem csak ez a heti tábor, hanem az egész június hónapunk, ez a cigány gyermekeknek a táborozása van. Az a hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek lehet, hogy csak ez az egy lehetőségük van valahova kimozdulni azokból a körülményekből, amikbe élnek, mert tudjuk, akik ott szolgálunk közöttük, látjuk azt, hogy nagyon nehéz sorsuk van, nagyon nehéz körülmények között. Amikor egy családban van 10-12 gyermek, ott szó nem lehet arról, hogy valahova elmenni, elvinni őket, pihenni, kirándulni. Úgyhogy támogatásokból tudjuk ezeket a heteket szervezni. Most ezen a héten Tivadar, Bökény, Péterfal és Badalóból vannak itt a cigány gyermekek. 50 gyermeket látunk most vendégül a központban, de folyamatosan egész hónapban fognak jönni a gyermekek. Jövő héten olyan 80-90 gyermek lesz itt, a jövő héten Nagyberegről jönnek Szernyéről, utána héten jönnek a Dobronyból, Kisdobrony, Dimicső, Tiszák telekről, onnan is szintén még olyan 80-100 gyermek fog jönni. Utána tervezzük a június utolsó hétvégén, ez már nem a cigány gyerekeknek, hanem ez a rászoruló gyermekeknek a tábora, mert azért nem csak a cigány gyermekek közt vannak olyan gyerekek, akik rászorulnak és tényleg nem tudnak sehol menni, mert sajnos, hogy olyan ott úgy élünk, olyan helyzetben élünk, hogy nagyon sok családnak, akik még a mindennapi kenyere sincsen meg, és a legnagyobb vesztesei ezeknek általában a gyermekek, akik nem tudnak ez ellen tenni semmit. Tavaly is meghirdettük ezt a tábort, a rászoruló gyermekek táborát, tavaly is segített a szeretetszolgálat, úgyhogy idén is szeretnék 50 gyermeket a hónap utolsó hétvégén vendégül látni, egy kicsit felragyogtatni az életet nekik, hogy kis boldogságot, mert látjuk itt a gyermekeknek a viselkedésén, meg a hozzáállásán, hogy hát ők ilyenben nem voltak rész, ilyet nem tapasztaltak. Olyan alapvető dolgokra nincsenek megtanítva ezek a cigány gyermekek, hogy hogyan kell fürödni, hogyan kell fogat mosni. Már az, hogy olvasni, meg imádkozni, ezeket már nem is mondom, mert már nagyon nagy luxus lenne. Én nagyon nyitottnak látom őket erre. Őket a legjobban a szeretettel lehet csábítani. A szeretettel, mert nekik a legnagyobb szükségük a szeretetre van. És az Isten szeretetével lehet őket csábítani. Szeretnek jönni a gyülekezetbe, szeretnek jönni a tanodába, Bökényben is működik egy kis tanodánk, és mikor megkérdezik tőlük, hogy miért szerettek ide jönni, azt mondják, azért, mert itt foglalkoznak velünk. Azért, mert itt nem néznek le bennünket, hanem oda jön a tanítónéni, ha nem értsük, elmondja kétszer, elmondja háromszor. A legkisebb gyermektől a legnagyobbig az mind saját szavával imádkozik, hogy ezek a csodák, úgyhogy ők is vágynak a szeretetre, vágynak az Isten igéjére, Isten őket is megszólítja ugyanúgy, mint a magyar embert. A gyermekek gondoskodó kezek között tanulhattak a Biblia tanításáról, amely az ő életükben különösen nagy támaszt nyújthat. Az áhítatok, előadások, evangelizációk alkalmával megérthetik és megtanulhatják, hogyan adjanak hálát a jó dolgokért, és hogyan kérjenek segítséget a nehézségek idején. Isten kegyelméből én vagyok kellemi a testvéremnek, a lelkésznek a segédlelkésze. Isten rám bízta ezeket a gyerekeket, hogy elmondjam nekik azt a csodát, amit Isten a mi életünkben már megcselekedett. Hálát adok neki, hogy már negyedik éve szolgálhatok a cigány misszióban, mint lelkipász, segédlelkész munkatárs, és harmadik éve járok ebbe a táborba, Isten kegyelméből elmondani a gyerekeknek a csodát, hogy az Úr Jézus Krisztus az egyedüli megváltó.
Az igei alkalmak mellett kézműves foglalkozások, sport és szabadidős programok várták a résztvevőket, hiszen a kikapcsolódás is fontos része a tábori élménynek. Szoktunk játszani, Isten tiszteletre szoktunk járni, hát ebédelni szoktunk, hát egész nap Isten tiszteletre járunk és játszunk. És hogy érzed magad itt? Hogy tetszik neked ez a tábor? Imádom. Nekem nagyon jó itt, és a csapatnak is. A roma gyülekezeti alkalmak fontos szerepet töltenek be a nehéz körülmények között élő gyermekek nevelésében, hiszen otthon sokszor nem kapnak elég figyelmet, és nem fordulnak hozzájuk szeretettel. Hála az Úrnak, van eredmény a munkánknak, mert ugye a kívülálló emberek azt nem tudják, nem tapasztalják nap, mint nap, mint amikor egy ilyen közösségbe hozzuk a gyerekeket, és ugye azt szokták mondani, hogy nem ragad rájuk semmi, pedig ragad, mert ezelőtt 3 évvel, amikor eljöttünk a táborokba, akkor ugye voltak bonyodalmak, voltak egy kis nagyobb verekedések is, amiket ugye alig tudtunk helyreállítani, de mivel már a gyerekek régóta járnak nem csak ide a táborba, hanem úgymond az óvodába foglalkozásra, nem csak délelőtt, hanem délutáni foglalkozásra, és a gyerekeknek a szívében már oda helyeztük az igét, és ugye ők is formálódtak, és már nem úgy viselkednek, és látni az eredményét a munkának. A nyári hittantáborok nem csupán azért fontosak, mert a gyermekek hallhatják a keresztény tanításokat, hanem azért is, mert az őket körülvevő meghitt légkörben meg is tapasztalják a gondoskodó szeretetet, Isten jelenlétét. A misszió munkatársai fontosnak tartják, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek eljusson a mostanihoz hasonló táborokba, ezért igyekeznek előteremteni az ehhez szükséges anyagi forrásokat. Következő helyszínünk Eszeny, ahol vidám gyermeknapot szervezett a Református Egyház és a KMKS helyi alapszervezete. Ezt követően Héder János püspök helyettes beszél a Kárpátaljai Református Egyház történetéről. Az Eszenyi Református Egyházközség és a KMKS helyi alapszervezete gyereknapot szervezett a Bárka ifjúsági központban. A már hagyománynak számító rendezvényre színes programokkal vártak mindenkit. 8 évvel ezelőtt kezdtük el ennek a gyermeknapnak a megszervezését. Először az Eszenyi Református Egyházközség egyedül szervezte és rendezte, utána pedig 3 évvel ezelőtt csatlakozott hozzánk a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség Eszenyi alapszervezete is. Sokkal nagyobb szabású rendezvényt tudunk így biztosítani a község számára, hogy társ szervezővel szervezzük együtt. Azért éreztük fontosnak, mert nagyon kevés olyan program van, ami összehozza a közösséget, a családokat. Itt együtt eljönnek a szülők a gyerekekkel, és igazi közösségi élményben van részük. Nagyon sok programot kínálunk számukra, színesek a programok. Minden éven bővítjük ezeket a programokat. Egyre több olyan program van, amit a gyerekek szeretnek, és szívesen itt vannak, eltöltik az időt itt együtt a családok. A gyermekek részt vehettek különböző kézműves foglalkozásokon, fociedzésen, rajzversenyen, de nem maradhatott el a megszokott arcfestés, hajfonás és lufi hajtogatás sem. Az aktív résztvevők ajándékokat vihettek haza, valamint ingyenes jegyeket nyerhettek az udvaron felállított csúszdára, trambulinra, körhintára. A község nagyobb hittanosai pedig már segítőként vettek részt a gyereknapon. Szerintem a gyerekek legszívesebben az arcfestésre mentek, és a kézműves foglalkozást próbálták ki, de nagyon népszerű volt a csúszdázás, az ugrálóvár, a körhinta. Én, mint segítő, leginkább csak ismertettem a programokat.
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó program a gyerekeknek, hisz egy kicsit kikapcsolódnak így az iskola után, új barátokat is szerezhetnek, és ez nem csak a szórakozásról szól, hanem arról, hogy közelebb kerüljenek egy kicsit az Istenhez, és jobban megismerjék. A rendezvényre nem csak az eszenyi gyerekek érkeztek szép számmal, hanem a környező települések kisiskolásai is szívesen vettek részt az egésznapos programon. A gyereknap megszervezése mellett az Eszenyi Református Egyház igyekszik egész évben tartalmas programokat biztosítani, mind a gyerekek, mind a felnőttek részére. Úgy érzem, hogy kinőtte magát ez az alkalom. Jó hírét elvitték már nagyon sok településre, és ezért vonzó nagyon sok ember számára, és mondom, nagyon nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok településről, környező településekről jöttek fiatalok, felnőttek, családok, nagyszülők, unokáikkal, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Missziói küldetésünk van. Számos alkalom van különböző rétegeknek, különböző korosztályoknak. Sajnos a jelenlegi helyzet, amely ugye egész Kárpátalját érinti, nagyon sok fiatal, nagyon sok házaspár külföldön van, ezért nincs annyi alkalmunk, mint ezelőtt 4-5 évvel, de beszámolhatok olyan alkalmakról, például, mint ifjúsági alkalmak, akár itt helyi szinten, akár nagyobb közösségekben, megyei szinten, ezeket meg lehet említeni. Gyermekek számára a gyermekistentisztelet nagyon fontos a gyülekezetünk életében. A diakóniát nagyon fontosnak tartom, a szeretett szolgálatot. Azt gondolom, hogy ezek minden gyülekezet életében jelen kell, hogy legyenek. Ez volt a harmadik olyan év, amikor nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is kivehették részüket a programokból. Számukra a KMKS Eszenyi Alapszervezete főzőversenyt hirdetett. A főzőcsapatok az ételek árából befolyt összeget jótékonysági célra ajánlották fel. Az idén 7 csapat nevezett be. A Tisza Vadász Társaság, a KMKS Eszenyi Alapszervezete, a Szalóki Alapszervezet, a Református Egyház és a Hangya ABC. Ezek a csapatok, általában ezek minden az éven az új csapat a Szalókai KMKS. Szerintem fontos ez a csapatépítő, közösségépítő, és a magyarságot így lehet, vagy a magyarságunkat megélni. A szervezők remélik, ezzel a rendezvénnyel sikerül még közelebb hozni egymáshoz a környező falvak magyar közösségeit. A mai alkalommal a Kalapos királyról, II. Józsefről szeretnék beszélni. Tudjuk azt, hogy ő Mária Teréziának volt a fia, és nem értett egyet az ő édesanyjának az egyház politikájával. Szerette a magyarokat, és felvilágosult abszolutista volt. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan ember, aki úgy gondolta, hogy egyed uralkodóként ő olyan törvényeket hozhat, amelyek megjobbíthatják az ő népének az életét. Tehát ő nem magának élt, nem ilyen ketteléssel élt, hanem igen átgondolt reformokat próbált felülről megvalósítani. Az egyik érdekes dolog, ugye azért hívjuk Kalapos királynak, mert nem vette fel az esküt, mint királyt nem szentelték fel, és így nem kötelezte el magát a katolikus törvények irányába. Ezt próbálta annak idején az akkori pápai hatalom rendbe hozni, de a levelezgetések ellenére József nem akarta ezt érteni, és így egy külön egyház politikát is rendezett be, amit józsefinizmusnak neveznek a történelembe. Ami érdekes volt az, hogy korlátozta bizonyos szempontból a szerzetes rendeknek a munkáját. Tehát kimondta azt, hogy olyan, hogy kolduló rend, vagy olyan egyházi rend, katolikus rend ne létezzen, amely csak koldul, hanem csak azokat engedte meg, akik valami gyakorlati hasznot hoznak a társadalom számára, például a tanítórendeket. Ezért nagyon sok egyházi rendben, a katolikus egyházban megjelenik az, hogy onnantól kezdve tanítórend. A reformjai között az egyik legfontosabb dolog volt a türelmi rendelet, amit 1890-ben ad ki, és ennek az az érdekessége, hogy megpróbál szabad jogokat adni
az akkori korban a felekezeteknek. Mit mond ki a törvény? Valahol konzerválja a katolikus egyháznak a privilégiumát, de ugyanakkor megengedi, hogy a többiek is létezzenek. Például ott, ahol 100 református vagy luteránus család van, ott lehet templomot építeni, tehát gyülekezetet létrehozni. Így a, például Ungváron, ahol 80 évig nem volt gyülekezet, és ki kellett költözniük, Radváncon gyűltek össze akkor a reformátusok, így József türelmi rendeletének következtében jelenik meg újra az a lehetőség, hogy megpróbálnak gyülekezetet alapítani, és 1793-ban kezdik el építeni a mai templomot. A másik dolog az az volt, hogy voltak bizonyos korlátok. A templom nem nézhetett az utcára, tehát kellett, hogy kerítés legyen előtte. A főbejárata nem nézhetett az utcára, nem lehetett tornya, nem lehetett harangja. Ezért nagyon sok református templom mellett, amely később épülnek, megjelenik a harangláb, ami később épül, amikor már a korlátozások el vannak törölve. Tehát ez ráhatott az építkezésre, a liturgiára, sok minden másra. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy tömegével megnövekednek a gyülekezetek Magyarországon is, így Kárpátalján is, és helyre áll az istentiszteleteknek a rendje. A vallás követésben ő mondja ki azt, hogy a szülők azok ugye meghatározzák a gyermeküknek a vallását olyan tekintetben, hogy a gyerekek nemük szerint követik a szülőknek a vallását. Tehát, hogyha kisfiú születik, akkor olyan vallású, mint az édesapja, a kislány, akkor olyan vallású, mint az édesanyja. Ennek a törvénynek olyan hatása van, hogy a mai napig van egy ilyen tradíció Kárpátalján is, nagyon sokszor Magyarországon is, hogy bizony azt mondják egy családban, hogy a kislány olyan, mint az anyuka, az a kisfiú olyan, mint az apuka. Persze voltak ellenhatások is, mert a katolikus egyház az, amikor az esküvő történt, akkor reverzális vadászatot folytattak, és aláírattak azokkal, akik a házasságba léptek, egy szerződést, hogy amikor majd megszületik a gyermekük, akkor kötelezik magukat, hogy majd katolikus vallásúnak fogják nevelni. Ebből nagyon sok háború történik később. De igazából megjelenik a rend a rendetlenségben, tehát lehet pereskedni, sokat pereskednek ezzel kapcsolatban. Akkoriban még az egyház végezte az anyakönyvezést, és csak 1894 után jelenik meg az állami anyakönyvezés az akkori osztrák-magyar birodalomban. Az egyház egy óriási fejlődésnek indul, és érdekes, hogy megjelenik egy új dolog a református egyházban, megjelennek a presbitériumok. Tehát míg a nyugati egyházakban, mondjuk Genfben, vagy Svájc többi részén jelen volt a presbitérium, vagy Angliában, vagy a presbiteriánusok között, tehát eleve presbiteri rendszerre épült az egész. Magyarországon 1612-ben találkozunk először pápán presbitériummal, és majd Sárospatakon kísérletezik ezzel Lórántfi Zsuzsanna. És ugye mivel Magyarország az egy olyan ország volt, ahol működött a jobbágyrendszer, ami gátolta egy kicsit a magyar reformátusságnak a fejlődését, és érdekes volt az, hogy ennek ellenére próbálta előre vinni, mert a protestantizmus az mindenhol hozta magával a demokráciának a fejlődését, amikor a nép beleszólhatott a közösségnek az életében. Úgyis hívják ezt az irányzatot nyugaton, hogy magiszteri reformáció, ami azt jelenti, hogy a magisztrátusoknak a döntése nagyon fontos volt az egyház életében. Tehát az egyházi rend és erkölcs az része volt a városnak
az életének a folyamatában, tehát a törvények és az erkölcsi rend az nagyon fontos volt. Addig Magyarországon ez a 19. század elején jelenik meg, és utána tudni kell, hogy József az nagyon sok ilyen rendeletet hozott még, például ő kezdi először a házszámokat számolni, az ő idejében jelennek meg az utcanevek, az ő idejében mérik fel a földeket, hogy hány arany koronát vagy ezüst koronát ér. Tehát érdekes, hogy amikor meghal, akkor minden reform kísérleteit visszavonja, és úgy látja, hogy hibázott. Csak az egyházit nem. És utána látjuk azt, hogy már második Lipót az szabadságot ad az egyházak fejlődésében, ugye akkoriban az osztrák-magyar monarchiának a része, Magyarország és Kárpátalja is, és hát ez a reformkor egyébként a magyar történelemben is, és megjelennek a mecénások, megjelennek azok az emberek, akik ugye iskolákat építenek, ugye, hogyha nézzük azt, hogy mit tett Széchenyi Magyarország számára, vagy hogyha megnézzük, akkor nagyon sok protestáns ember vesz részt Magyarország fejlődésében. Egyébként, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb magyar írót a 20. századig azt a református egyház adja. Tehát a református, a luteránus egyház, és kevesebb katolikus van. Miért? Mert azért a katolicizmus ebben az időben még kötődik a latin nyelv használatához nagyon, és csak a második vatikáni zsinat után, tehát a 20. század 60-as éveiben jelenik meg az a lehetőség, hogy minden népnek a saját nyelvén prédikálhat a katolikus egyház is. Ugye ez egy érdekes folyamat, hogy addig-addig a reformációnak az elvei azok megvalósulnak a katolikus egyházban is. És érdekes, hogy ez jótékony hatással lesz az egyházaknak az életére. És érdekes, hogy egy óriási fejlődést hoz az egyházi életben is, a református egyház életében is ez a reform korszak. Ugye a francia forradalom bukása. A francia forradalomban 40 ezer papot ölnek meg, elveszik az egyházi vagyont, és igazából egy óriási terror lesz a vége, és megjelenik a romantika kora. A romantika kora az visszatérés a korábbihez, a szép eszmékhez, a jó eszmékhez, és a keresztény egyházra jellemző lesz ez a 19. század első felében. És ez hozza majd a következő lépést, ugye, a szabadságharcról majd a következő alkalommal beszélek.